Elindult a Balaton Camino, itt a résztvevők a magyar tengert sétálják körbe. A csapat tagjai 10 napig túráznak, közben jókat esznek, beszélgetnek és élvezik a szezon utáni csendes Balatont. Napsütés, eső, vihar egyik sem akadályozhatja az elszánt résztvevőket. Eltökélték, hogy 10 nap alatt csak nem 200 kilométert sétálnak, azaz egy teljes Balatonkört túráznak végig. 2017-ben indultunk el, akkor 3-an voltunk, tavaly 2018-ban ilyen 30-40-en egynak, és most volt olyan, amikor 250-en is. Én azt gondolom, hogy most így hétköznap ilyen 100-150 környékén lehet a mezőny. Nagyon sokan vannak a kemény magból, akik tényleg 10 napot fognak végiggyalogolni, és akkor minden nap vannak csatlakozók is, akik csak 1 vagy 2 napra jönnek. Az út alatt nincsenek kötelező távok, mindenki annyit sétál, és addig, ameddig jól esik. Lényeg, hogy a csapat tagjai jól érezzék magukat, élvezzék a táj és a barátok adta élményeket. Annyiféle emberrel találkozunk, és olyan élmény, annyi új dolgot hallok, annyi érdekes embert megismerünk, hogy már ez maga élmény. Nyári Balaton az egy nyüzsgős, sok emberrel találkozik az ember, és ez a mostani számomra az elvonulás, illetve az emberekkel való együttlét a jelenlegi túracsoporttársaimmal fontosabb, mint a nyüzsgős élet. A csapat Balatonfűzfőről még szombaton indult el, és hétfőn ugyanide érkeznek majd meg a 200 kilométeres séta végén.